Ez volt Fertőrákos Barlangszínház, volt Siófokon, mint ugye szabadtéri színház, aztán vittük Veszprémbe, bár ez a fűtési szezon kellős közepette lett bepróbálva, úgyhogy azok az emlékek nem túl szépek. De aztán én ugye, hát most már lassan 20x éve, hogy Fegyával dolgoztam a Menyasszonytáncban, és ugye nekem a világ ez nagyon kedves és ismerős. Hát most akkor Jonelt játszottam, most pedig ugye Davidovist, tehát hogy majdnem, hogy egy korosztályt léptem föntebb, tehát ez volt furcsa. Retteltesen szeretem ezt a szerepet, nagyon sok mindent. Aktuális sajnos, tehát az odesszai menekvés, menekülés és diszidálás Amerikába és új életkezdés, ez retteltesen. De hát a történelem annyira megismétli önmagát, hogy belecsúszunk ugyanabba a hibába, vagy nem tudom, ez egy tisztulás, de Fegya annyira alárakta ezt, és nagyon várom, mert hát ugye szeptember 4-én lesz a Zsidó Fesztivál, és ott hál' Istennek Fegya meghívott engem is, úgyhogy ebből a darabból fogok énekelni. És hát akkor már klezmer benddel, tehát a zenekarral, és azért az más, mint egy színházi előadásban, amikor megszólalnak a régiek, Juan Pisték, vagy... Tehát, hogy nem volt igazából az a furcsaság, hogy pont most nyáron csinálnak egy másik darabot, ugye az Erzsébetet, abban egy katolikus pap vagyok, tehát hogy mindent ősreformátus lévén ugye körbejárom ezt a hit témát, de ez nagyon-nagyon kedves számomra. Hát mondjuk Kőniget már érintettem az Abigailben, de ez az egész fiúruhába bújtatott lányomat kiviszem nyugatra, ugye a távoli nyugatra, Amerikába, és ott csak akkor van megnyugvásom, hogyha látom, hogy szép élete lesz, és hál' Istennek összejön egy fiatalemberrel, aki ugye a Lévi Strauss maga, és aztán vissza akarok menni, mert természetesen otthon vár a gyülekezet és a templom. Hát ez ott van elvágva ez a történet nagyjából, ahol kezdődne az élet. Tehát, hogy nem tudjuk, de itt van hajó, vihar, túlélés, bevándorlás, ütlegelés, van összetűzés a helyiekkel, ugye az amerikaiakkal, mikor jön egy ötletgazda, ugye maga Lévi, aztán ebben is a lányom miatt, akkor már kiderül, hogy lányom, ugye én is részt veszek az üzletben, akkor ugye nem látják jó szemmel, hogyha valakinek megy a szekér, úgyhogy van ebben minden, lövöldözés, ütés, verés, hajótörés. Menyasszony tehát annak idején úgy lett meghatározva, hogy klezmer operett. Mert ugye azért nagyon erős, mondjuk a torockói menyasszony ez egy más tészta, ott még a helyzet komikum is más. Itt meg annyira történelmileg megírt igaz dolgokat játszunk el, hogy ezt nem lehetett már annyira extra light módon. Tehát itt akár a Odessa, Odessa drága, ugye a nagy dalom vissza a régiekhez, vagy a saját önironikus, a nyitány is ez a jampam jadidam, jampam jappam jadidam, tehát ez a visszatérő jappam jadidam, ez a történelem addig megtörtént keserűségei. Pontosan azért szeretjük ezt a nyitányban is, hogy tudják miért van ilyen sok jó zsidó hegedűs a világban? Mert zongorával át senki sem tud menekülni. Tehát, hogy van benne egy nagyfokú önirónia és egy humorbágyazás, és ettől talán a könnyedsége feletteti azt, hogy ezek valós történelmi krachok voltak. És ebbe Fegya zseniálisan nyúl bele. Hát ugye ezt elmondom, mint Davidovics rabbi, hogy ha valahol már nem lehet biztonságban élni, akkor onnan menni kell. Akinek lába van, az fusson vele. Tehát most lehet itt lojalitásról beszélni, és otthon mi tartjuk a frontot, de hát lelőnek. Tehát ilyen akut helyzetben az van, hogy egy tehetséges fiatalember egy nagyon rossz környezetben élve egyszerűen olyan lehetőségek tárháza nyílik meg neki Amerikában, hogy egyszerűen ott igény van az ő ötleteire, és bejön neki a dolog. De az Andy Vajna is így kezdte, tehát farmereket koptatott annak idején, tehát ő hozta be a farmer koptatást, és ebből lett csiliárdos. Aztán egyébként elkezdett filmekkel foglalkozni, a Kazárékkal is egyáltalán, tehát hogy aztán ugye jött a Rambó, hogy ez a fajta szikra, ha nincs megfelelő közegbe ágyazva, akkor az ott
elparázslik, elmúlik. Itt azt kell tudomásul venni, hogy mennyire, hogy akinek álmai, hogy is mondom ezt a darabban, akinek vágyai vannak, az nem szégyel álmodni, és aki álmodni tud, az sokszor célba ér. Tehát ilyen nagy veretes igazságokkal van tele, de ez az élet bölcselete. Tehát, hogy végig kell járni azt a fajta érzelmi és értelmi ranglétrát, vagy éppen az, hogy ki milyen barátokat választ, vagy ugye a családját nem tudja megválasztani, de a családtag közül itt jelensőben az anya, ugye Rebeka, mint tyúkanyó, nagyon fontos az, hogy ő belátja, hogy a fia jövője a fontos, ezért vinni kell. Tehát ő a nagy tradíció, és a régen mik voltak, egyszerűen félretolja, és azt mondja, hogy jó, a fia miatt beáldozom a jövőmet, és akkor megyünk. Szerintem a Hegedűs háztetőn ott ér véget, ahol ez a darab elkezdődik. Tehát igazából látjuk már ebben a darabban az alagút végét, már látni lehet az első felvonás második jelenetében, tudják, hogy mi a megoldás. A Hegedűs a háztetőn meg a szépen megy le, és a saját keserűségében szinte így búsul a magyar ember, tehát búsulva vigad, hogy a saját nyomorán is tud önironizálva egy kicsit mosolyogni, vagy az egy jobban egy leltár készítés, mint ez. Tehát ez a lehetőségek, a jövőkép, a lehet bárhogy, mert nyitott a világ, a Hegedűs a háztető meg egy bezárkózó, lezárkózó, a gyerekek legyenek túl az egészen, és mi már itt maradunk, itt éljük le az életünket, a Szeretsz engem, hogy én téged című duetre, ott ez ugyanaz, mint a Csárdás kérdő, hogy emlékszel még? Tehát, hogy mindig vannak ilyen nagy konzekvenciájú, téma lezáró, életösszengzéses dalok. Ebben meg nincs. Ebben az van, hogy minek búslakodni, amíg reménykedni is lehet, mondja ezt a Davidovics Rabbi a fináléban, hogy itt pontosan arra van, hogyha rendesen, becsületesen dolgozol, és saját vágyaidat megvalósítod, és van hozzá elég erőd, akkor nyitott a világ előtted. Akkor bármi lehetsz. Tehát pontosan ez valahogy a Tölcsérnek egy másik vége, itt nyílik abban a Farmer Királyban a lehetőség. Én tükör vagyok. Tehát ugyanezt érzem most is, ugye, hogy éppen tanításról jöve, ugye én a fiatal nemzedékben azt látom, hogy ugye mi régiek, mindig a fenőkövet kerestük egész életünkben, hogy nekünk az élet az éles legyen. Tehát, hogy megfenjük magunkat, hogy így tudjunk hasítani, ők megkeresik a kést. És mondom, ha-hó, ez nem így működik. Tehát dolgozni kell sokat érte. Tehát a Davidovics Rabbi az egy tükör, egy nagyon furcsa, tehát, hogy mit ad föl a lánya érdekében, hogy boldog legyen. A saját boldogságát, ott hagyja a gyülekezetet, elmegy Amerikába, tehát a tradicionális része szűnik meg, illetve update-elődik, mondjuk így, egy modernebb, tehát fejet hajt a fiatalok álmai előtt. Tehát nem is a hebrendségük, meg a legyen így című verzióban, hanem az, hogy látja a szikrát bennük, és a lehetőséget, és ezért mindent megtesz értük. Egy konzervatívabb, szűklátókörűbb Davidovicssal. Tehát nagyon fontos, ez egy serpenyő elmélet. Tehát ha Lévi nem lenne ennyire tehetséges abban, amit csinál, akkor Davidovics nem lenne ennyire fontos, hogy visszarántsa, hogy azt mondja a lányának, hogy figyelj, először mérlegeljünk, nézzük meg, hogy... Mert ugye a lányomban meg picit benne van a jentl, tehát ő meg tudás, otthon tanítom. Tehát a Tórát ő is lapozgatja, és tudja a történelmet. Tehát veszélyes a tudás, pláne ha nő. És ő összekerül ezzel a tehetséges Lévivel, Lőbbel, és tulajdonképpen ketten együtt létrehoznak egy harmadik generációt, aki már egy nagyon szerteágazóbb, túlélőbb típus. Tehát igazából mind a ketten fontosak vagyunk benne. Tehát ez az egész diszidálás dolog, a menekvés dolog, az aranyláz dolog, a vitorlavászomból csináltak, ugye a Jacobbal vagy Jákobbal, aki szintén kollégája volt, ő ötletelte ezen a részszegecsekkel, hogy megerősítették a farmereket. Tehát ezek abszolút történelmi hiteles dolgok. Kicsit a magánéletében volt egy pici tupirka, mert az egyrészt nem tudunk róla, amit tudunk, az valószínűleg nem való színpadra, vagy nem így való színpadra. Tehát egy picit meg lett szépítve, de a dolognak a konzekvenciája az nem Lévire tolódott, hanem a
a lányom beérik, nevezzük így, tehát felnő a feladathoz, és ugye egy nőnek nem lehetnek saját döntései. Tehát nem nincsenek kívánságai, ő egyszerűen otthon van, szül 5 gyereket, és csinálja a dolgát, de nem az, hogy tudásvágy, tehát a tudás, mint olyan, hát mesekönyv a nőknek, és aztán komoly regények a férfiaknak, szólt annak idején, hogy itt a lányom dönti el, hogy nem engedi haza az apját egyedül, hanem ő is jön velem. És tulajdonképpen itt maradt nyitott, hogy majd egyszer visszajön Lévihez a lányom, vagy sem, vagy ott halunk meg mind a ketten, tehát hogy csak annyi a lényeg, hogy egy nagyon erős döntés van, mert annyi mindenre megyünk keresztül Amerikában, hogy ez a lelki teher, ez pontosan arra enged következtetni, hogy most már egy felnőtt érett asszony lett a lányomból, akit ugye pár évvel ezelőtt még fiúruhában csempésztem ki, hogy ne bántsák őt az úton. Szóval furcsa ez, hogy Lévi és az én segítségemmel tulajdonképpen létrejön egy nagyon komoly, erős döntése a lányomnak, ami szerintem fontosabb. Azért nincs is firtatva, hogy most boldog lesz, nem lesz boldog, happy end vagy. És igazából egy tehetséges embernek nem mindig jó, ha happy enddel végződik, mert akkor nincs mi inspirálja, nincsenek gátok. Amennyire mondom, ez az édeskeserű, annyira fel van oldva, meg ez az önirónia, meg röhögünk saját magunkon, meg ezt hozza az élet. Tehát ott azért vigyázban áll a néző, meg a csend szó fennakad, de hál' Istennek, tehát úgy rendezte meg a Keró, hogy van oldás, és tehát taszítás, meg vonzás benne, tehát ez a hol nyitom ki a kiskapukat, egy picit kiengedni a gőzt. Tehát ez például egy jó meló volt vele megint. Thank you.